Fújjuk fel úgy a lufit, hogy 25 cm felfújt részt kapjunk, és csomózzuk el. Az első buborék 4 cm-es legyen, ez lesz a feje. Ezután két darab 10 cm-es buborékból álló hurkot teker, ezek lesznek a fülei. Most következik az egérke nyaka és két első lába. Mindegyik 3-3 cm-es buborék. A két utolsó 3 cm-es buborékot fogd egymás mellé, és tekerd el őket egymáson. Az egérke törzse is egy 3 cm-es buborék, ezt a hátsó lábak követik, amik szintén 3-3 cm-es buborékok. Ha jól csináltad, az egérke farka egy egészen pici buborék és egy hosszú felfújatlan rész. Ha kész vagy az egérkével, alkoholos filccel szemet, szájat és más jellemző vonásokat rajzolhatsz neki.